Több mint 1.400.000-en töltötték ki a konzultációt, nekik külön köszönjük, hogy segítik a munkánkat. A kérdések közül három közvetlenül, kettő pedig áttételesen a migráció témaköréhez kapcsolódik. Az első kérdésre, amely arról szólt, hogy szó lehet-e, visszahozhatják-e a kötelező szétosztásra vonatkozó javaslatokat, a válaszadók 99%-a válaszolt nemmel, egészen pontosan 4.388.227-en, azt gondolom, hogy ez egy meggyőző ellenszavazat. A járványügyi migránsstopról 98%-nyi válaszoló gondolta azt, hogy nem szabad engedni, hogy a járványügyi helyzetben az illegális migráció tovább súlyosbítsa, vagy hozzájáruljon a vírus terjedéséhez. Ez 1.380.910 válaszadót jelentett. A soros szervezetek illegális migrációt segítő tevékenységével kapcsolatban szintén 98%-nyian mondták azt, hogy ezt mindenképpen meg kell akadályozni, egészen pontosan 1.381.864 válaszadó. A két közvetetten kapcsolódó kérdéssel kapcsolatban, amely közül az első ugye a járvány követően Magyarország megerősítését tűzi ki célul, és ennek részét képezi egyébként az illegális migrációval kapcsolatos védekezés is. 96%-nyian gondolták azt, hogy igen, helyes a kérdésfeltevés, illetve a kormány gondolata, ez 1.343.848 válaszadót jelent. Arra pedig, hogy kell-e vállalnunk a vitákat Brüsszellel, amikor a fenti kérdésekben, illetve más témákban a magyar álláspontot, a magyar emberek véleményét meg akarjuk védeni, 98% értett egyet. Ez azt jelenti, hogy 1.371.974 válaszadó helyeselte, illetve egyetértette ezzel a kérdésfeltevéssel. Én azt gondolom, hogy ezek a válaszok önmagukban is jelzik, hogy a kormány az elmúlt 6 évben folytatott migrációs politikája, a határvédelem, az európai határok megvédésének kérdésében elfoglalt álláspontját a magyarok általánosan osztják.